Sziasztok! A mai videóban az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról lesz szó. Tartsatok velem! ...1848-49-es forradalmi felkelésről lesz szó. Nem vagyok én történész, meg minden egyéb ilyen történésszel kapcsolatos ember, de erről beszélni kell. Március 15-én, ami március 16-án kerül ki videó, de mindegy, beszéljünk is róla egy kicsit. 1848. március 15-én egy nagy magyar csoportja elege volt az osztrák elnyomásból, a magyar szabadságért harcoltak március 15-től pontosan történt ez az egész. Utána kiszabadították Táncsics Mihályt, utána pedig jött, hát különféle csaták voltak, hát ehhez a szabadságharchoz fűződően volt a Segesvári csata, a Temesvári csata és a Pákozdi csata, és akkor hát különféle törvények is napvilágot láttak abban az időben, áprilisi törvények, miközben zajlott a márciusi ifjak által elrendelt szabadságharc, közben akkor megjelent az áprilisi törvények, és akkor pár szót el szeretnék mondani a hazaszeretetről. A hazaszeretet az egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy bármi történik is, mi a hazánkat védjük, szeretjük. Így hát. A márciusi ifjak a Petőfivel az élen a haza szabadságáért harcoltak, hogy a mostani világban, amiben élünk, 2021-ben szabadok legyünk, hát most a pandémiát nem említve ide. Hogy ne legyünk akkora nagy császári hatalom alatt, ne legyen az ország. És akkor szeretnék most pár aradi vértanút is felsorolni, mert ezek is hozzá kapcsolódnak ez a témához. Nagy Sándor József, Leininger, Westerburg Károly, stb. Tudnám sorolni. Hát ezt a kettőt. És Hajnóci idézetével ehhez a hazaszeretethöz szeretnék pár mondatot mondani. Inkább emberbarát szeretnék lenni, nem, inkább emberbarát, mint hazafi lennék. Hát pontosan ezt a szöveget, ezt nem tanultam be, mert az összes szöveget se, úgyhát ha néha elakadások vannak, akkor magával a szöveggel meggyűlik a bajom. Tehát. És akkor ezt a kis bevezetőt avval szeretném zárni, hogy akkor Szabó Magda idézetét hozzáfűzném ehhez. Máciusnak idusán ünnepelni akarok, Magyarország hű gyereke maradok. Hát ez rám is igaz. Ha valaki ezt a hazaszeretetet érzi, akkor így a szíve a magyar zászló felett ott lobog fent. Így hát. És akkor ezt a témakört végigjártuk, és akkor most elmondom az őszinte véleményem. Hát ez nem a saját véleményem, hanem kicsi bevezető ebbe az egészbe. Azt szeretném elmondani erről az egészről, hogy a márciusi ifjak azok voltak azok az emberek, akik megmutatták, hogy
hogy egy nagy hatalmat is le tudtak verni. És egy nagy császári birodalmat le tudtak verni innen Magyarországról. Hát több fajta, hát ezen fajtán kívül mondanék pár, amikor egy nagy hatalmat megvertünk mi magyarok, és szabad emberként élhetünk tovább, ahogy vagyunk. És hát most nem fogom kitolni 10 percig a videót, mert ez sajnos nem tudom így kitolni, mert ez erről nem akarok egy órákat beszélgetni, meg semmi olyan. A március 15-ét azért is kell ünnepelni, mert egy nagy diadal volt akkor, amikor mi még nem éltünk, hát én 16 éves vagyok, én még akkor nem éltem, de akiknek a nagypapa, dédpapa, vagy akármi él még, azok tudnak erről beszélni, hát az apukájuk elmondta biztos, hogy milyen volt akkor, vagy a leszámozottjai, el tudták mondani, hogy milyen volt ez a nagy diadal, hogy ki tudtuk verni az osztrák birodalmat, akkor még magyar-osztrák Moharhia néven volt elnévesülve ez az egész, mint birodalom, és akkor pont volt olyan törvény, pont hallottam a tegnapi nap folyamán, hogy volt videóban láttam én is ezt az egészet, hogy volt olyan törvény, hogy hát az 1793-as törvények megtiltották azt, hogy saját törvényeket hozzon a magyar kormány, hanem az osztrák birodalom hozhatta meg csak a törvényeket, és akkor a magyaroknak pedig tovább kellett ezt vinni, így ilyen körforgásszerűen végigvinni ezt az egészet. És akkor a magyaroknak elege volt ebből a fajta egyszerűségből, és akkor utána pedig jött a Petőfiék, Mácius ifjak, és leverték az egész osztrák birodalmat, és szabadok lettünk. Hát nem tudom a dátumot pontosan megmondani, kicsit lámpalázas vagyok, bocsánat a lámpalázas jelenetekért, de erről beszélni kell. Március 15-e egy olyan ünnep, amit tisztelni kell, ünnepelni kell, és örülni, hogy itt vagyunk ezen a világon. Sok fajta magyar ember nem, hát így a hazaszeretetről nem beszél videóban, de itt át tudom adni nektek, hogy én hazaszeretetet elmondani is tudom, át tudom nektek így adni videón belül, hogy mennyire fontos a hazaszeretet. És ha szeretsz egy hazát, akkor azt vállad fel, hogy szereted a saját hazádat, és ennyi. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a mai videót, hát sajnos 8 perc, 8 és fél lesz a videó maga. Sajnos erről a témáról bővebben ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a mai videó, lájkoljátok, és nyomjátok lent ott meg a feliratkozás gombot, nyomd meg a csengőt, hogy le ne maradj a következő videóról. Én Laci voltam, találkozunk a következő videóban. Én Laci vagyok, sziasztok!